Sziasztok! Ez itt újra a formában rovat, és Baku, a bakui hétvége, a bakui nagydíj is formában volt végül, szerencsére. Hiszen a verseny is eléggé izgalmas lett, hozzá kell tenni, a felé úgy tűnt, hogy egy kicsit beáll és unalmas véget ér. De aztán a felétől egyre több meglepő, vagy nem meglepő baleset volt. Ugye főleg a defekt volt a kulcs szereplő, de majd erről később mesélnék, menjünk végig a szokás szerint a versenyzőkön. Ugye Okon kiesett, egyszerűen azt mondom, a motorjával volt valami baj. Ha jól emlékszem, elmedről az erő, ezt jelentette, és aztán ennyi volt. Lamelt pedig azért valószínűleg jó, talán pontokat szerző helyen végzett volna. Lance Stroll volt az első nagy, olyan nagy kieső, hogy 5. helyen haladt, még ugye lett volna egy kiállása, de valószínűleg több nem. 30, durván 30 körös kemény gumikkal, és egyszer csak defektet kapott. Úgyhogy 5 körre előtte nézegették a gumiait, és nem voltak elvileg annyira rossz állapotban, ennek a defektet kapott. Úgyhogy azóta mindenki támadja a Pirellit, nem hiába, hogy hogy lehet ilyen felelőtlen. És hozzá kell tennem, az elmúlt jó pár évi nagy tanulsága az, hogyha a Pirelli azt mondja, hogy egy kiállás, akkor adj hozzá plusz egyet. Ha azt mondja, hogy kettő, adj hozzá plusz egyet, és három lesz. Nekem eddig ez 90%-ból bejött. Igen, egy-kétszer eltalálták, ez való igaz, de a legtöbb versenyen nem. És pedig nekik kéne a legjobban tudniuk, hogy na meddig bírja majd a gumi, főleg, hogy ő a nagy szakértők is mindig a nagy szájjal, nagy orral mondják, hogy igen, ez is ez lesz, ez a tuti, aztán mindig kiderül, hogy plusz egy kiállás. Ez nekem nem annyira tetszik, de hát ez van. És hát ez nem Stroll hibája volt, Stroll nagyon jól vezetett, és ma az Aston Martin csapata az egyik legjobb volt. Szerintem a harmadik, negyedik legjobb csapat volt viccen kívül ezen a futamon. Max Verstappen volt ugye egy másik hatalmas kiesünk, kb. 10, vagy talán még annyi körre se a vége előtt. Olyan 7-8 körrel a vége előtt szintén defektet kapott, ami hozzá kellettem én előre, ha nem is rá, de valakire utaltam már itt a családi nézőtérben, hogy hoppá, itt még lesz jó pár effekt, hiszen az első 10-ben gyakorlatilag senki nem jött ki kerékcserére, nem merték megkockáztatni, hogy hátrább esnek. Úgyhogy emiatt várható volt, hogy lesz valakinek defektje, mondjuk pont nem Verstappenre gondoltam, aki addig a leggyorsabb volt egyébként éppen a mezőnyben. Úgyhogy nagyon ideges volt, rúgdosta is azt a kereket szerintem, ami pont kiukat, defektes volt, utána még ideges volt ott a padok fele is, nem is csoda. Aztán George Russell szintén kieső volt, pontosan nem tudom már, hogy miért, talán motorja, nem, azt hiszem, hogy rosszul rakták rá a kereket, ha jól emlékszem, hogy nem az a sumi volt, nem is esett ki végül, nem tudom akkor miért esett ki, látjátok ott a vége fel olyan nagy őrület volt, hogy nem tudom, hogy ő miért esett ki, de valamiért kiesett az 51 körös versenyből. Verstappen nagyon sajnáltam, hiszen nagyon sokat hozhatott volna Hamiltonon, de mindjárt odaérünk Hamiltonhoz, és akkor elmondjuk, hogy mi történt, aki még esetleg nem látta, az már meglepődik, aki pedig látta, nem fog meglepődni már ezen. Nicolas Latifi lett az utolsó, sajnos. Azt kell mondanom, a Mercedes motoros Williams elég gyengus volt. Hát majdnem lassabb volt, mint a Haas. Bár ő valószínűleg azért volt utolsó helyen, mert neki is mindenféle problémája volt, ha jól emlékszem már a végén. Talán a fékekkel és a motorral is, mindenfélevel. Ami egy ilyen kis csapatnál egyébként annyira nem meglepő, mert náluk általában több hiba szokott előjönni, mint egy nagy költségvetésű csapatnál. Úgyhogy a saját csapatot se jutna, lehet, hogy itt nem tudna megdicsérni. 15. lett Hamilton. Miért? Ugye, mert a másik nagy meglepetés, ugye a defekteken kívül, az volt, hogy egy állórajttal folytatták az utolsó, igazából két körre, először azt mondtam, hogy három kör lesz felvezetés, nem számolják bele, de csak két körre a versenyt. És olyan állórajt volt, hogy Hamilton megpróbálkozott a szuperrajtra, egyébként majdnem sikerült neki, tehát gyakorlatilag majdnem úgy tűnt, hogy Perez leelőzheti. Csak hát nem volt már eléggé időben fékje, ugyanis valamit a műszerfalon, amit benyomva hagyott, valami fékkel kapcsolatos dolgot, nem hallottam teljesen, mert közben pont jött a vendégség is. Mindenesetre valamit úgy hagyott be nyomva, és ettől a fék elszállt. Tehát ez a saját hibája volt. Először azt hittük, hogy ez szimpla a technikai hiba, fékhiba, amiben lehet, hogy rajt, az újabb rajt procedúra is besegített. Aztán kiderült, hogy az ő hibája volt, ezt maga a csapat is aztán rádió megerősítette, hogy igazán ideges lehetett, de sokan ezt karmaként vették inkább, mert ha Verstappennek emiatt ki kellett esni, akkor legalább
Hamilton is kiesett, és hát akkor így maradt a 4 pontos előnye Verstappennek. Egy nagy baj van, hogy állítólag most jó pár merci pálya fog jönni, persze Magyarországon kívül, ami inkább a Red Bull pálya lesz. Úgyhogy ez a 4 pont azért könnyen ledolgozható akár Hamiltonnak, mert majd kiderül. Amúgy Hamilton egész gyors volt, tehát viszonylag, ugye visszaesett ugye a harmadik helyre a versenyen, de utána azt végig tartani tudta, tehát nem volt ilyen 7., 8., 10. hely környékén, mint ugye az időmérő elegelején, illetve a szabályozéseken. Tehát totálisan más beállításban találtak. Valahogy szegény Bottas nem azt kapta meg, ezért volt elvileg ilyen lassú. Hát nem minden, hogy ennyire gyatra lenne, hanem egyszerűen a monakói szuper beállítás után kapott egy szar beállítást. Így ez kiderült, hogy teljesen más szárnybeállításokkal mindennel ment a két versenyző. Úgyhogy ezért is szígyátok Bottas véleményem szerint. A Hamilton is kapott volna egy ilyen autót, mint Bottas, jelen esetben valószínűleg ő se lett volna ilyen gyors, mint ami végül ezzel az új beállítással lett. Nikita Mazepin a 14. lett élete eddig legjobb helyezése szerintem. De hozzá kell tenni, még így is le volt maradva, ugyancsak néhány tizeddel, ha jól tudom egyébként, a Mick Schumachertől, de előtte, amíg rendes verseny ment, addig egy csomó hátrány volt, úgyhogy Mick Schumachernek ugye a gumiá miatt vissza kellett még tolni, hatalmas boxveszteség, időveszteége volt, mert nem rakták fel rendesen az egyik kerekét, és vissza kellett tolni, de mondjuk az a szerencsé, hogy azonnal észrevették, és itt tudom én egy néhány métert kellett talán tolni körülbelül pont a boxától. Lényeg az, hogy így is ott maradt Mazepin előtt végig. Egyszer kilátogatott az egyik ilyen levezetős részre, ahogy egyébként Sainz is, de ennyi. Mondom, fékezésnél fékezte vagy valami. Aztán a Bottas 12. lett, de hát egész hétvégén igazából rosszul ment, egy rossz váltáson, nem lehet jól menni, ezt a videójátékból is mondhatom, ugye ezek egy 2020, illetve korábbi epizódokból nem könnyű úgy jól menni, hogyha szar a setupod. Úgyhogy én ezt nem borítanám, mert mindenki szígy, hogy milyen szar volt Bottas minden, de volt már más versenyzőnél is ilyen, Vettel-től kezdve lehetne sorolni hány versenyzőnél, és egyébként volt már Hamiltonnál is korábban, hogy egyszer rossz váltásokat kapott. Például múlt héten, vagy 2 hete Monakóba, szerintem hasonló volt a helyzet fordítva. Szóval azért így szígyátok Bottast, én még várnék pár futamot, és akkor írnám maximum le. Ezért hozzá kell tenni, idén se valami erős teljesítmény nyújt, de elég sok finn bal szerencse érte őt, ugye, ki mihez hasonló módon. Antonio Giovinazzi lett a 11. Most ő is úszott le éppen, hogy a pontokról, mint ahogy múltkor Hamilton, vagy Raikkonen, bocsánat. Úgyhogy most nem szerzett pontot. Igazából ők azt hozták az Alfa Romeo-val, és egyébként Raikkonen is, a 10. lett előtte, amit körülbelül ezen a versenyet maximum el tudtak érni. Egyszerűen nem voltak elég gyorsak. Annó ők úgy gondolták még az időmérő végén, hogy majd új friss gumikkal, mert már nem maradt nekik a sok piros zászló miatt az időmérőnél a végén, közepén az esetükben. Mindig elkezdtük a költés, hogy újat kellett aztán fölrakni, mert tudták befejeztetni. De nem hiszem, hogy sokkal gyorsabbak lettek volna látva a versenybeli teljesítményüket, úgyhogy Raikkonen örülhet a 10. helynek, és annak, hogy jó páron kiestek, vagy hátra estek, mert önerőből egyszerűen nem tudták volna elérni. Megint jól rajtoltak, Giovinazzi 5 helyet, Raikkonen 2 helyet jött a szem előre rajtnál, szóval ezzel náluk sosincs gond a rajt esetében, csak egyszer nem volt meg a konstans teljesítmény. De az 1 pontnak örülhetnek, hát lenne már összesen Raikkonennek 3 vagy 4 pontja, hogyha véleményem szerint illegálisan, hiszen utólag még törölték a szabályt is gyakorlatilag, amiért elvették tőle a pontokat. Senki nem értette, hogy miért vették el, tehát most sokkal több pontja lenne, ahhozanak meg kicsivel kevesebb, de ez van. Daniel Ricciardo 9. lett, aminek nagyon örülhet a McLaren, hiszen legtöbbször vagy a 10. hely, vagy bőven a mögött volt a verseny. Nagyon gyenge volt szerintem a McLaren magához képest. Ezzel főleg megint Ricciardo. De talán reménykedjünk, hogy a következő pár futamon már még jobban megismerkedik az autóval, mert látható, hogy a többieknek ez már sikerült, mind Alonso, mind Vettel, és mind Perez erősen érzi már az autót, és Sainz is. Ugyan 8. lett, de Ferrarival. Ezen a versenyen én azt éreztem, hogy időben még egész jó köröket ment általában, de nem éreztem jól az autót, főleg hosszú távon itt a versenyen. Egyszerűen megint hibázott is, sokszor elfékezte ilyesmi. Azért is 8. szerintem, mert előbb is lehetett volna, hogyha nincs annyi hibája. De egyszerűen nem volt elég jó konstans tempója, játszottan nem érezte magát olyan komfortosan a kocsi beállításaival, legalábbis én ezt vettem észre. Úgyhogy őt azért nem tudnám megdicsérni, de ebbe lehet oka a mérnökeinek is. Tsunoda, Yuki, Tsunoda 7. lett, az Alfa Tauri ezen a versenyen végig erős volt, és Tsunoda is végre mutatta, hogy ő is tud egész jó lenni.
nem nagyon hibázott, legalábbis olyanokat nem, mint amit eddig idén láthattunk. A csapatát még eléggé leteremtette, ezt nem igazán értettem, úgy szólt vissza nekik megint csúnyán, hogy ő rájelző csúnya beszéd, hogy csak néztem, hogy mi van. Újoncként ugye idén egy csomót hibázott, így beszélni a csapattal, főleg, hogy most elég jó a kocsi ezen a versenyen. Amikor jó a Red Bull, akkor általában az AlphaTauri is jó, szóval igazából annyira nem csodálkoztam rajta, de az igen, hogy Tsunoda ilyen konstansra meg tudta tartani ezt a teljesítményt. Persze itt is kiestek páran, de még akkor is 9-10 is simán lehetett volna. Fernando Alonso 6. helye számra egy nagy meglepetés, hiszen a verseny vége előtt nem sokkal még idézővel csak az ilyen 8-9. Helyen volt, sőt sokáig 10. helyen haladt. Nem tudom, ott egy csomó embert lerajtolt ugye a végső álló rajtnál, mert Raikkonen akarta majdnem előzni még előtte, a piros zászló előtt, mielőtt ugye a Verstappen kiesett. Maximum a 10. helyen lehetett. Hogy lett 6., valószínűleg ott a kavarodásban egy csomót lerajtolt, ami egy nagyon szép rutinbeli teljesítmény valószínűleg az ő esetében. Az autó ugyanis nem volt annyira erőteljes. Az utolsó pontszerző helyeken tudott volna maximum öderőből helyezkedni, akár Ocon szempontjából is talán. Viszont Alonso tapasztalata most elég erőteljeset hozott, ez egy csomó pont a csapatnak, azt hiszem örülni fognak érte, már örültek érte. Lando Norris úgy lett ötödik a McLarennel, hogy jó lesi puskás volt. Egyébként az egész versenyen ilyen 6. hetig 8. helyen haladt. Itt a végén valószínűleg ő is jól helyezkedett, de egyébként maga a McLaren nem valami nagy teljesítmény nyújtott. Úgyhogy ilyen szempontból hiába viszonylag jó helyen, nem tudnám őt dicsérni ezen a futamon, meg hát jó páran ki is estek. Úgyhogy ha az ő eddigi teljesítményeiket nézzük, ez nem egy olyan erőteljes teljesítmény, véleményem szerint. Charles Leclerc a negyedik lett, ezt hiszem tényleg a jó szerencsének köszönhetően, és az első helyről egészen a 6.-7. helyig csúszott vissza. Ha nincsenek a kavarodások, meg a kiesések a végén, akkor körülbelül ugyanúgy a 6.-7. helyen ért volna be. Egyszerűen a Ferrari versenytempója hiányzott. Az egyenesben nagyon gyengék voltak, ez látszott, mind a Honda motor, mind a Mercedes motor, ez körülbelül lefőzte az ő motorjukat. Szerencsére az ő meg kigyulladt volna, vagy felmelegedett volna túlontúl, de erőben sokkal erőteljesebb volt, szóval ez van. Míg a kanyaros pályákon, mint a Red Bull aerodinamikája, meg Kasznia, csak annál azért valamilyen még gyengébben, a Ferrari a legjobbak között van, ott a Red Bull mellett körülbelül. Szóval ez látszott végig a futamon. Gyakorlatilag a második szektor az övéké volt, és a Red Bull-é főleg. Az első, de főleg a harmadik, az pedig a Mercé. A legerősebb motoroké. Harmadik lett Gasly, akiknek ez hatalmas teljesítmény volt, ez végig erős volt, végig a 4. helyeken haladt. Az autó is jó volt, Gasly is nagyon jó volt, és örülhettek ennek a harmadik helynek, ez volt az első harmadik helyezése, azt mondta, örült nagyon neki, ez volt a harmadik dobogós helyezése összességében, és ez egy nagyon jó teljesítmény volt számukra. Továbbra is szerintem látszott egész hétén, igen, hogy a Red Bull erős volt, ők is egész jók voltak. Persze van a két autó között különbség, de általában így szokott lenni azért, hogy egy kit kivétele, hogy akkor az AlphaTauri is jó, és Gasly pedig tehetségét megmutatva végig ott tartotta az autót. Sőt, a végén 1,1 néhány szekra volt csak ugye a Vettel-től, úgyhogy a második helytől se volt messze. De hát ha már Vettel második helye, hát nem hiába, én is csak is rászavaztam volna a napversenyző díjáért, 11. helyről rajtolt, és a két kiesésen kívül nagy részt önerőből. Előzésekkel a pályán jutott el erre a helyezésre, leelőzte Leclerc-et, leelőzte Gasly-t, előtte leelőzte Tsunodát és még sokan másokat, és a boxba is jól dolgoztak, és ott is jó volt a taktikai módolás, úgyhogy végig nagyon mondta is, hogy konstans jó volt vezetni a kocsit, láthatóan nagyon örült, tényleg az egyik legjobb Vettelt láthattuk, és milyen jó döntés volt úgy látszik Aston Martinra váltani, mert ezen a versenyen ők jobbak voltak a Ferrari-nál is, meg még talán az AlphaTauri is, úgyhogy igen, nem volt ez rossz döntés, kezd beérni a kocsi. Most már a csapatfőnök biztos nem emlegeti azt, hogy ezt az új szabályt idén, hogy egy apró módosításuk, de az bőven elég volt ahhoz, hogy őket hátrányba hozza, és akkor most emiatt őket is a Mercedes-t teszi hátrányban. Ez a verseny mutatja megint azt, hogy ez nem mindig valószínűleg biztos, hogy igaz, mert ezen a pályán nagyon jól mentek. Úgyhogy hát kíváncsi leszek, hogy az ilyen további lassú pályákon lesznek-e ők jók, mert Mercedes motor dobog benne, és ezt hinni az ember, akkor a gyors pályákon is azért ott lesz az a lóerő, de ez nem mindig látszik. Hát Vettelnek csak gratulálni tudok, és én is neki adtam volna a versenyzője díjat. Sergio Perez lett az első, ugye. Végig nagyon gyors volt, annyira gyors volt,
Bár összességében lehet, hogy kicsit lassabb volt, mint Verstappen, de nagyon közel volt most hozzá, és volt egy szegmense a versenynek, ott az első kiállásoknál, ahol olyan gyors volt, hogy gyakorlatilag valószínűleg a Verstappen elégett volna ki. Most már persze jönnek ám a összeesküvés elméletek, hogy hát, hogy a Red Bull direkt csinálta rosszul lassú box kiállással az ő box kiállását. Egy 4,3 vagy 4,5 volt a kiállása, még 1,9 volt Verstappen, ez van egy kis difi. És ez valószínűleg pont elég lett volna ahhoz, hogy viszonylag egy szekkel Verstappen elé érjen be. Hát nem akartak kockáztatni, ezt nem szeretem. Tehát ha már Forma egy verseny, és egyelőre ez volt a hatodik verseny, a nagyon hosszú 23 vagy hány versenyes idényből, én ezt nem engedélyezném, ez nem szép dolog. Tehát jó, tudom, szoros Hamiltonnal, meg minden, de azért ennyire az elején egy olyan pilótával, mint Perez, ez csúnya dolog lett volna. Remélem, hogy nem ezt csinálták, hát valószínűleg csak nem. De maximum elengedte volna persze Verstappen, de mondjuk az is milyen dolog, ugye, főleg így a hatodik futamon. Úgyhogy örülhet, hogy a sors, a karma azt okozta, hogy mind Verstappen, mind Hamilton kiesett, és így nyugodtan lehetett első. Megérdemeltem, mert egész hétvégén az időben is nagyon gyors volt, sokszor akár az első helyért harcoltott volna. És a verseny is végig hozta egy csomószor a leggyorsabb köröket, stb. Tehát nagyon ott volt Verstappen sarkában. Úgyhogy nagyon örülhetett, pont nem láttam az átadót, a vendégség itt volt nálunk, és akkor ugye kikísértük őket. De azt már megnézem felvételre, mert ugye hamarosan valószínűleg fönt lesz. Ez egy összességében egy egész jó, elég izgalmas, az elég nagy díj volt, de megint a defekt faktor, meg a Pirelli kérdőjeles egy kiállásos ajánlása okozta meglepetéseket, és az ezzel együtt járó pálya, ugye egy utcai pálya, együtt járó safety car periódusok, és az állóraj döntése a végén, ugye az új szabály miatt azt mondom, egy ilyen piros zászló után lehet állórajt is, nem tudom pontosan milyen esettel, nem biztos, hogy mindig így döntve, de itt ez most nagyon megértem, mert ettől nagyon sokan le tudtak rajtolni jó pár pilótát, és hát ugye Hamilton is egy hatalmasat hibázott, így sokkal izgalmasabb lett az utolsó egy-két kör. Remélem nektek is tetszett a verseny, remélem ha legalább ilyen jó versenyekkel folytatjuk a következő jó pár versennyel is, meg hát idén még továbbra is izgalmas lesz a VB állása. Úgyhogy tőletek, sziasztok!